Sziasztok! Ebben a videóban azt a kérdéskört szeretném körbejárni, hogy vajon drágább-e a növényi eredetű táplálkozás, mint az állati. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem nagyon sok problémát felvet, vagy ilyen szempontot. Én három szempontot hoztam most nektek, és négy szcenáriót. A három szempont az az, hogy az első az az, hogy az állati és a növényi összehasonlítása. Ugye a gabonafélék, tehát köretek, zöldség, gyümölcs, az ugyanolyan áron van. Tehát akár valaki mindennevő étrendet fogyaszt, akár teljes értékű növényit, a gabonaféléket, hüvelyeseket, azokat mind meg kell vásárolni, illetve a zöldség, gyümölcsöt. Inkább a fehérje kérdés az, ami eldönti szerintem itt, hogy drágább vagy olcsóbb az egyik vagy a másik. Mert ugye akik mindennevők, ők ugye a húsokat, halakat vesznek meg, tejtermékeket, míg a növényi étrenden levők ezeket általában hüvelyesekkel és gabonafélékkel pótolják, tehát a fehérjét is, illetve olajos magvakkal, diófélékkel. És hát ez dönti el, hogy vajon az egyik drágább vagy olcsóbb. Tudom én, egy kiló csirkemell ugye most 1500 forint volt, a drágább húsok vagy négy lábú jószágok azok drágábbak ennél, a halak jellemzően drágábbak, míg a növényi étrendek közül a hüvelyeseknek azért egy csicseri borsó, a lencse, a sárga borsó, ezek mind ilyen kilósára, maximum 1500 forint körül van, de hogyha akciósan vásárol az ember, akkor 1200, akár 800 forintért is kilójához hozzá lehet jutni. Tehát ebben a kérdéskörben egyébként szerintem nem egyértelmű a válasz, mert attól is függ, hogy valaki egy nagyon minőségi állati eredetű étkezésről vált át növényi étkezésre, vagy egy kevésbé minőségi. Mert nyilván a minőségi húsáru az drága, a hal az drága, és egy minőségi növényi étrend az viszont nagyon olcsó, mert hogyha alapanyagokból állítjuk elő mi magunk, amihez nyilvánvalóan jelentős időbefektetés szükséges, akkor ezek sokkal-sokkal olcsóbban kijönnek. Tehát az első szempont, amit össze lehet hasonlítani, az az, hogy az állati eredetű fehérje versus a növényi eredetű fehérje. A második az az, hogy mennyire fogyasztunk kényelmi, illetve feldolgozott ételeket. Tehát itt ismét azon van a hangsúly, hogyha én magam elkészítem nulláról az akármilyen ételt, egy töltött ételt mondjuk, vagy egy rakott ételt, akkor az általában növényi alapokból sokkal olcsóbban kijön, mint állati eredetű alapokból, mert pont, hogy a húst, meg ezeket a dolgokat, ezeket mellőzi. Viszont, hogyha az étrendem sok feldolgozott, kényelmi, kész terméket tartalmaz vegánként, vagy növényi étrenden levőként, akkor azok vélhetően sokkal drágábbak lesznek. Tehát ezek a vegán schnitzel, vegán virsli, vegán girosz, vegán hamburger jellegű dolgok, ezek nyilván arányaiban is drágábbak, mint állati eredetű megfelelőik. Kivéve, amit most láttam, hogy a Lidl-ben mostantól, szerintem a veganuár miatt, pontosan azonos áron kapható például a vegán lazánye, mint a húsos lazánye, a vegán burger, mint a sima burger, szóval ez amúgy egy nagyon jó és szuper kezdeményezés a részükről, de azért alapvetően a kényelmi áruk mindig drágábbak, mint az alapanyagok nyilvánvalóan. És ez vezet a harmadik szemponthoz, hogy mennyi időt tudunk rászánni az elkészítésére az ételeknek. Hogyha ez egy állati eredetű étrend, akkor ott akár rövid idő alatt is nagyon jó alapanyagokból jó minőségű ételeket össze lehet hozni, de az drága. Viszont a növényi étrend azért jellemzően sok előkészületet igényel. Tehát áztatunk, csíráztatunk, aszalunk, főzünk sokat, nagy mennyiségben. Szóval azért ezt is az embernek figyelembe kell vennie, hogy mennyi időt tud rászánni. Tehát ez a három szempont, ami szerintem el lehet indulni, hogy neked személyesen ez fog megtakarítást hozni, marad pénz a zsebedben, hogy hát ezt mondjuk egy növényi étrendre, vagy nem, hogy állati versus a növényi fehérjék, hogy mennyire kényelmi ételeket fogyasztasz, mennyire olyan készételeket fogsz vásárolni, illetve hogy mennyi időt tudsz rászánni arra, hogy elkészítsd az ételeidet otthon. És a négy szenárió, amit végig gondoltam, az pedig az, hogy ugye
Az állhat fenn, hogy valaki nagyon jó minőségű állati étrenden van most, ez nyilván egy drága dolog. Ha valaki nagyon jó minőségű növényi étrenden van, az egy nagyon olcsó dolog. Hogyha valaki viszont rossz minőségű állati étrenden van, tehát nem jó minőségű dolgokat vesz, ezeket az olcsó sajtkrémeket, vajféléket, azokat a húsokat, meg ilyen belsőségeket, meg olyan zsírosabb dolgokat, amik általában olcsóbbak, az nyilván egy olcsó étrenddel számol, és ha valaki a junk food vegán vonalat követi, tehát hogy növényi eredetű ugyan, de nem annyira jó minőségű, az megint egy drága dolog. Tehát ezt kell szerintem az embernek átgondolnia, hogy melyik irányból, melyik felé közelít. És ki kell választania azt, hogy mi az elsődleges szempont, amit szeretne tartani. Tehát nekem az egészségem miatt a teljes értékű növényi étrend a legszimpatikusabb, de hozzá tudom tenni az időt, mert ez nekem fontos, hogy sokat főzzek, sokat vagyok a konyhában, sokat készítgetek elő, és nyilván ez így nekem sokkal olcsóbb, mint amikor mindenevők voltunk. Viszont bejön például a családom többi része, akik még nem vannak, nincsenek feltétlenül ezen a szinten, nekik muszáj, hogy vegyek vegán kényelmi ételeket, hogy őket kicsit kielégítsem, meg kicsit jobban szeretgessem így a vegán, meg a növényi étrend felé. Tehát nyilván az már egy nagyobb kiadás, amikor nekik veszek olyan párizsit, meg olyan sonkát, meg vegán parmezánt, meg nem tudom, tehát hogy az egy drága dolog. Nyilván a legnagyobb megtakarítást, vagy a legnagyobb, igen, megtakarítást, az fogja elérni, aki most jelenleg egy nagyon minőségi állati étrenden, vagy mindenevő étrenden van, tehát jó minőségű sajtárukat vesz, állati eredetű dolgokat, húsokat, halakat, és azt tervezi, hogy átáll egy nagyon minőségi növényi eredetű táplálkozásra, ami nagyon olcsó, mert ugye rá tudja szánni az időt, és elkészíti az alapanyagokat, és beáztatja a csicseri borsót, nem konzerveset vesz, az már sokkal olcsóbb, hogyha nem konzerves dolgokat veszünk, akkor ott egy jelentős megtakarítást lehet elérni. Én ezt tapasztaltam akkor, amikor még csak mi a férjemmel álltunk át a növényi étrendre, egyik napról a másikra, és teljes értékű növényi étrendre, a mindenevőségből, hogy azt éreztem, hogy sok tízezreket spórolok. Sok tízezreket spórolok. Most már, hogy azért a család többi részének vásárolok ilyen vegán kényelmi ételeket, most azért már nem érzem azt, hogy spórolok, mert azok rendkívül drágák, de viszont most azt a csatát vívom meg, hogy szeretgessem őket így a növényi táplálék, a növényi étrend felé, és hogy ez is lehet finom, bár nem annyira egészséges. Tehát, hogy az embernek egyszerre nem lehet egy seggel két lovat megúlni, hanem ki kell választani, hogy melyik az a beavatkozási pont, amit tartani szeretné, és ahhoz tartani magát. Remélem, hasznosnak találtátok ezt a videót. Nekem nagyon érdekes volt erre készülni, meg átgondolni ezeket a dolgokat, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, vagy a megjegyzéseitekre, úgyhogy kommentben küldjétek el, hogyha bármi kérdésetek vagy megjegyzésetek van ezzel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen válaszolok. És egyébként pedig iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekes számotokra ez a tartalom, és további szép napot kívánok! Sziasztok!